Hello, sötét mesék nézői! Most bizonyára felteszitek magatoknak a kérdést, hogy mit keresek én a csatornán, és hol van a két jól megszokott narrátoratok. Nos, mondjuk csak úgy, hogy egy kis játékot kell nekik játszaniuk éppen. De ne aggódjatok! Annak érdekében, hogy nehogy unatkozzatok, elhoztam nektek 20 kétmondatos horror történetet. Kezdjük is talán el. Egyedül vagyok otthon, és épp a hálószobám felé tartok. Csoszogást hallok a fürdőben. Először tetszett, hogy a madár ijesztőm elijeszti a madarakat. Azóta sokkal nagyobb préde után nézett. Kivettem a hűtőből a lejárt tejet, és leöntöttem a lefolyóba a tartalmát. Folyton újra megjelenik a hűtőben. Kihívtunk egy újabb patkányírtót a pincébe. Ez sem jött vissza. Elmondtam az orvosomnak, hogy fáj a gyomrom, miután megettem pár tojást. El kellett volna mondanom neki, hogy nem tyúk tojás volt, mert mintha valami mászkálna bennem. Kell szereznem egy új ébresztő órát. Ez csak akkor ébreszt, hogyha egyik ismerősöm éppen meghal. A falamon lévő lyuk elé tettem pár egérfogót. Amikor meghallottam, hogy a csapda kattan, megláttam, hogy egy kéz nyúl ki a lyukból. Először megkönnyebbültem, amikor a nyomozó elmondta, hogy a feleségem nincs a meggyilkolt nők között. Ő volt a gyilkos. A barátnőm megkért, hogy öljem meg a pókot, ami a széken van. De azt már nem mondta, hogy legalább akkora volt, mint maga a szék. Hárman elmentünk egy kísértett játszóházba. Csak ketten jöttünk vissza. Olyan sötét van, hogy az orromig sem látok. De amikor meggyújtom az öngyújtómat, valaki elfújja. Leadtam a rendelésemet a McDrive-ban. Mikor odahajtottam, hogy átvegyem a hamburgeremet, az eladó megkérdezte, hogy hátul a haverjaimnak is kell-e valami. Tudtam, hogy valami nincs rendben, amikor felébredtem, és csend volt. A férjem horkol. Ez a valami egész úton követett. Nem sokára kifogy a benzinem. Emlékszel még azokra az éjjelekre, amikor felébredtél, és azt hitted, hogy valaki néz az ablakodon? Én igen. Éhen halt, de nem a saját éhségébe. A szüleim azt mondták, hogy nem az én hibám, hogy a kisöcsém megfulladt a legótól. Én adtam oda neki, és azt mondtam, hogy cukor. Eső pattogását hallottam az ablaküvegemen. Oda mentem, hogy kinézzek, de az üveg nem volt vizes, és új lenyomatokat láttam. Múlt este az erdőben sétáltam. Láttam egy farkast, de nem tudtam, hogy két lábon is tudnak járni. Szeretem azt az érzést, amit a nyakadon érzel, amikor valaki a hátad mögött van. Olyan jó érzés, hogy tudomást vesznek rólam. Nos, srácok, remélem, hogy tetszett ez a videó. Most, ha nem haragszatok, van egy kis befejezetlen játékom. Sziasztok!